A Tech2 nézzük, itt a HP-nek van egy Slate 7-es Beats Edition táblagépe, amit egy hónappal ezelőtt mutattak be. Most kezünkben tarthatjuk, és ahogy látjátok, standard Android van installálva, Android 4.4.2 van rajta, és még egy stylus is van benne, Nvidia Tegra 4 proci, és hogyha kiveszik a stylust, akkor el is indul egy ilyen Nvidia Direct Stylus menü, ahol ki tudnánk választani itt bizonyos dolgokat, ezt megint el is rakom, szép kis súlya van a stylusnak, amúgy fémből van, és Tegra 4 megköszönhetően elég gyors lesz a készlék. 2 hangszórót találunk elől, hogy a Beats Musicon tudjunk persze jól zenét streamelni, ami most már Apple-é amúgy. Micro USB, micro HDMI, 3,5 mm-es felrató csatlakozó, ki- és bekapcs gomb, hangerőszabályzót találunk, és egy microSD kártyavas, hogy a belső 16 gigát tudjuk persze bővíteni. Hátulján egy kis Beats logó, 5 megapixeles kamera, nincs fémből az egész, de gumis a hátulja, kellemes, itt láttuk a stylust, amit azért kihúztam, és különben ez itt igazából semmi, ez a fekete csík, csak egy kis designos cucc. Itt, hogyha fent például be akarjuk azt, hogy adni, hogy Tech2 teljesen kellemesen be tudjuk adni, mivel jó, gyors a készlék Tegra 4-nek köszönhetően. A wifi most éppen nem olyan gyors, úgyhogy csak azt tudom bemutatni még, hogy kellemesen forgolódik itt a kijelzős, hogyha forgatjuk készléket, nem kell sokáig várni erre. Fókuszomhoz képest a kamerán. Különben nézzük meg gyorsan itt, hogy milyen minőségűek a hátsó kamera, 5 megapixelet teljesen jó képeket lehet majd ezzel lőni itt. Szerintem nem kell várni a sebességgel semmire. Hogyha megfordítjuk az egész, akkor látjuk, hogy sajnos az első kamera az teljesen más beszéd, mert itt nem 2 megapixel kamerának, hanem 0,3-nak kéne ezt igazából hívni szerintem, de legalább sebességben tűrhető. Ennyi is volt a rövid bemutatója a HP Beats Special Edition Slate 7-es készléknek itt a HP Discover 2014-ről. Köszönöm, néztetek, nevem Gábor László, és legközelebbig!